Az Urhatnám polgár Molière komédiája humoros életképek sorozatával mutatja be a nagyra vágyó kisembert. Jourdain úr szeretne több lenni, mint aminek született. Mindent megtesz azért, hogy feljebb kapaszkodjon. Családi békéjét felforgatva, származását tagadva próbálja életformáját egy magasabb társadalmi kör igényeihez igazítani. A főszereplőt, Jourdain urat alakító Pindrok Csaba úgy véli, a szerep megformálásához ki kellett lépnie a komfortzónájából. Nagyon nagy szélsőségek vannak, ha látszik, ha nem, a színpadon nagyon nagy szélsőségek kell bejárnom, teljesen ismeretlen vagy számomra lefedett területeket kellett megnyitnom, és egészen különleges vége van az előadásnak, egészen spirituális, ami szintén megvisel. Szóval egy kemény munka. A Vidor Fesztivál versenyelőadásai közül a zsűri választja majd ki azokat, amelyek díjra érdemesek. Az ítészeket a feladatra jelentkező nézők közül sorsolták ki. Ők naponta általában két előadást néznek meg, és adott szempontok szerint pontozzák a látottakat. A zsűri elnöke idén Puskás Tivadar színművész. A szakember úgy véli, a tagok véleménye általában egyezik az előadásokról. Természetesen én szakmai szemmel nézem, tehát többnyire azt szoktam figyelni, hogy az adott rendezés, az adott darab, az adott színjáték az mennyire szórakoztató, mennyire érdekes, mennyire köt le, hogy van megcsinálva, nyilván mögé látok a dolgoknak. A többi zsűritag nyilván közönség. Tehát ők azt szerint néznek, hogy jól szórakoznak, vagy nem jól szórakoznak, leköti-e őket, vagy sem. A Vidor Fesztivál szombaton zárul. A Krúdi Kamarában a Pankreátorok, a Rózsakert szabadtéri színpadon pedig az Aranylakodalom című vígjátékot láthatják majd a nézők.